Az új halászati törvény számos változást hozhat, ami pozitívan érintheti a horgásztársadalmat, mondta el három téma című műsorunkban Slett Árpád, a Gyulai Munkácsi Horgász Egyesület elnöke. A törvény elsősorban szigorítást ígér, de ezek a változások a horgászok érdekében születtek meg. Az egyik legfontosabb újdonság, hogy a kifogott halat élve csak a megfelelő körülmények között szabad szállítani. 30 cm-nél nagyobb halat élve hazaszállítani szigorúan tilos. Tehát kíméletesen agyon kell ütni, ez azt jelenti, hogy nem szétütjük a fejét, hanem együttéssel megpróbáljuk kíméletesen agyon ütni a halat, és csak úgy lehet hazaszállítani. 30 cm-nél alatti halat például megfelelő vízmennyiséggel ellátott edényben haza lehet vinni, de ha valaki megkockáztatja, hogy mégis élve szállítja így haza a halat, akkor az állatvédelmi bírságon felül a területi jegyét is be fogják vanni a hatóságok. Másik fontos változás a fogási naplóval kapcsolatos, ami ugyan elsőre igen bürokratikusnak tűnhet, de valójában sokkal áttekinthetőbb ellenőrzést ígér. Benne van a fogási naplóban az, hogy egy éves naptár. Ott ugye kimegy május 2-án a sportás horgászni, akkor május 2-át beixeli. És amikor megfogja a halat, tehát úgy van, kimegyek, megiszelem a napot, akkor be kell írni ugye az érkezést, a dátumot, mindent és a víztérkódot. Na most a minden egyes területi engedélye, minden egyes vízszakasznak rajta van a víztérkódja. Ezt nyilván, hogy a hal mozgását, meg a horgász mozgását célszerű követni, tehát ezt valószínűleg a törvényalkotók ezt ezért is hozták így. És akkor, ha fogunk egy halat, annak is oda van írva, hogy óra, perc. Tehát, hogy mikor fogtuk meg a halat. A két szervezet ebben az évben is több horgászversenyt kíván rendezni a tagjainak, legközelebb pedig a február 22-i horgászbál következik.